Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Minden kerületben csak egy ellenzéki jelöltet állítanak a kormánypártok jelöltjével szemben, erről állapodtak meg a pártok. Nem sokkal ezelőtt azt is bejelentették, hogy Ferencvárosban előválasztáson döntik el, kit indítsanak. A képviselőjelöltekről később egyeztetnek. A sajtótájékoztató nemrég ért véget, a helyszínről Várkonyi Gyula tudósít. Szimbolikus helyszínen a Szabadsághíd tövében jelentette meg Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester jelölt, hogy mind a 23 budapesti kerületben egyetlen kihívója lesz a fideszes jelöltnek. 22 kerületről már megállapodtak, egyedül Ferencvárosban lesz majd előválasztás, ott ugyanis a mai napig nem jutottak dűlőre a jelölő pártok. Soroksáron az ellenzék a Jobbikos jelölt mögé állt be, míg Pest Erzsébeten, a főváros 20. kerületében új jelölt után néznek, miután Szabados Ákos vélhetően elfogadja a Fidesz támogatását független jelöltként. 22 jelöltről tehát már megállapodtak az ellenzéki pártok, ezeknek a névsorát hamarosan nyilvánosságra hozzák, esti híradóinkban pedig természetesen be is fogunk számolni róla. Az ATV híradóját Várkonyi Gyula tudósította.